sötétba, jából kilép a fényre. Több mint 5 éve járjuk az országot a zenekarommal, Dés Andrissal, Kovács Zoltánnal és Lam Dáviddal. Számos helyen mutattuk be a gyerekműsorunkat, a fesztiváloktól kezdve koncerttermeken át, óvodák, iskolák, tornaterméig. Ez egy olyan dolog lett az életünkben, amely az életünk részévé vált. Az, hogy találkozunk a gyerekekkel, a szüleikkel, a pedagógusokkal, átéljük velük közösen azt, hogy mit jelent a zene által felszabadulni. Megtapasztaljuk, hogy milyen érzelmeket, hangulatokat vált ki belőlünk a zene, a tánc. Megszerettük ezt a dolgot, és ezért csináltunk újabb anyagot, a Cipit Lőrincet 2006-ban, amely azt hiszem, hogy már sokkal több családhoz eljutott, és amelyről olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy nem csak a gyerekek hallgatják szívesen, hanem a szüleik is. Új dalokra, új szövegekre vágytunk, hiszen fő a változatosság. Nem csak a zenekarban jelentkezett ez az igény, hanem a közönség felől is. És hát ezért készítettük el ezt az új lemezt, aminek Gingalló lett a címe. Tamkós Irató Károly verse nyomán, és ezért lett ez családi lemez, mert úgy gondolom, hogy az egész családnak szól az üzenet, amely Tamkós Irató Károly Gingalló című versében megfogalmaz. Gingalló, gingalló. Rátszáll a pillangó, széthoszlik a felhő, ragyog a napsugár. Benne, hogy ez az ajtó egy olyan harmonikus és békés világ felé nyílik ki, amelyre mindannyian vágyunk a szívünk mélyén, és amely tulajdonképpen jelen is van ebben a világban, csak meg kell találni a helyes kapukat, a helyes ajtókat. Vagyunk a Millenáris Teátrumban adott lemezbemutató koncerten. Őszintén nagyon-nagyon fáradt vagyok. Nem tudtam aludni egész éjszaka, mert annyira vártam ezt az eseményt. De abból a sok mosolyból, ölelésből, sok-sok levélből, ajándékból most is kaptam rajzokat, szebbnél szebbeket. Itt van az egyik. A másik az, azt hiszem, hogy ott maradt a másik asztalon. Abból mindenképpen energiát merítek, és most minden esetre eszem egy jót, alszom egy jót, és utána folytatom tovább.